Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök ismételten mindenkit a LEGO Harry Potter végigjátszásánál. Folytassuk is tovább ezt a játékot, méghozzá a második filmmel, ami a játékban szerepel, ami nem más ugye, mint a Félvér Herceg, azaz a hatodik Harry Potter story, hatodik Harry Potter film. És hát remélem, hogy a film feléig el fogok tudni ma jutni, de inkább nem is mondok semmit, mert a végén még nem fog sikerülni, és akkor megint csak meghazudtolom önmagamat. Na, de innen is indulunk újra az abszolútról. És mint láthatjátok, most már megnyílt Freddy és George-nak a varázsvicc boltja, azaz a Weasley varázsvicc vállalat. Lesünk is be szerintem a boltba. Nézzük, mi jó dolgok vannak itt. Aha. Van pár sötét mágiás tárgy, van pár ezüst tárgy, ezeket nem tudjuk széttörni. Itt van Freddy és George. És mi van itt hátul? Nézzük csak. Oh! Hello! Hát ez nem micsoda. Mi ez? Valami, szerintem ide kell beírni ilyen kódokat, és így lehet feladani karaktereket, de mi nem szoktunk csalni. És ilyet nem csinálunk. Na, rakéták. Ó, oh, hello pénz. Még mindig szeretjük a pénzt. A pénz az nagy úr. A pénz az nagy úr. Főleg a Legóban. Oké, okay, hopp, egy karakterikon. Nézzük csak. Fred Weasley pizsama. Hát miért pizsamába? Én nem kértem Fred Weasley-t pizsamába, kérem szépen. Na jó, szerintem itt egyelőre most más dolgunk nincsen, itt lehet venni, ha jól látom, mindenféle ilyen extrémebb varázsigéket, de ez igazából a játék szempontjából nem osz, nem szoroz, mindössze ilyen érdekesség, illetve arra való, hogy a pénzünket elszórjuk, ha épp nincsen jobb dolgunk. Minket viszont most a következő film jobban érdekel, úgyhogy akkor menjünk is erre, mert itt kezdődik a hatodik évünk. Ez pedig az új betöltő képernyő. Bájtalan óra zajlik éppen. Nyilván egy pályával fogunk kezdeni, mint minden film elején lenni szokás. London! Na lássuk, gondolom a halálfalók támadásával indítunk. Na-na. Nagyon szép ez a London. Elég minimalisztikus a sikered, de hát nem is kell ennél többnek lennie. Jönnek a halálfalók be az abszolútra. Betörik a falat, azaz. Irány Olivan. Öj! Gyorsan kirámolják a varázspálcásboltot meg Olivandert és viszik magukkal. Azért még belefér egy hídrombolás is, ez az. Miért ne? Szivassuk a muglikot. Úgy. Nagyon szép. Harry, te meg mit csinálsz? Az igen? Na de Harry! Hát neked nem van egy barátnőd? Ja nincs. Persze, már összevetett csócsengel. Fia vagyok. Volt Harry, nincs Harry. Szia, Csajci. Dumbledore az sokkal szexibb ember, mint a csaj, úgyhogy Harry inkább vele megy el randézni. Mondja is Dumbledore, fogd meg a kezem, Harry! Inkább a másik kezét fogja meg. És az egyik elég kicsit megfeketedett bizonyos átkok miatt, amikről később elvileg kiderül, hogy milyen átkok voltak. Bár nem, itt a Legóban szerintem nem fog kiderülni, de szóval ugyebár a filmből tudjuk, hogy Dumbledore egy Horcrux elpusztítása közben sérült meg. És bizony az az átok sokkal súlyosabb volt, mint azt ő gondolta. De ezt még nem szeretném lelőni én se. Így előre, ennek majd eljön az ideje, amikor részletesebben beszélhetünk erről a dologról. Viszont most itt vagyunk egy angliai kisfaluban, és hát jogos a kérdés, hogy miért vagyunk itt. Hát kérem szépen, azért vagyunk itt, ugyanis szükségünk van egy új bájitaltan tanárra, Roxfordba, és őt próbáljuk megkeresni, illetve megszerezni magunknak. Ő lesz ugyebár Lumsluk professzor. És hát ugye a sérített varázslatok kivédése tanítását Piton professzor fogja majd megkapni, hiszen ez neki egy régi álma volt, hogy ő taníthassa azt a tárgyat. És ugye Piton eredetileg nem bájtalan tanár akart lenni, hanem sötét varázslatok kivédése tanár. És az álma most végre teljesülhet ebben az évben, még Lumsluk professzor fogja majd megkapni a bájtalan tanítását. Már persze sikerült megszereznünk magunknak, de hát miért ne sikerülne? Hiszen akkor nem lenne értelme a sztorinak, illetve nem lenne értelme idejönnünk. Úgyhogy ezért vagyunk mi most itt a világ végén, valahol egy random kis faluba, és itt pedig ez egy ilyen tejszállító kocsi, ha jól látom. Azt hiszem ezekkel föl kell szednünk ilyen teljes rekeszeket valahol itt erre-arra, és akkor az ilyen gyűjthető lesz, és kaphatunk érte egy Roxfordi pajzsot.
Azt hiszem ez a kis doboz lesz az. Aha, neki kell menni és akkor úgymond leszállítjuk a tejet. Így már. Frankós a doboz, ki lehet lőni? Nem lehet kilőni. Sajnos a doboz nem lehet jobban kilőni. Ó, pénz, 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 pénz! Sok-sok money. A money az jó. A money az nagyon jó. A postaládák kilövése az még jobb. Na ennyit erről. Itt már nincs több dolog. Érdekes ez a pad lebegtetés. Aha. Pénz? Semmi pénzt nem kapok, érte? Érdekes, a madarak szórnak pénzt maguk után, hogy elrepülnek. Ez a pad meg ilyen csór, hogy egy kis pénz se adna nekem. Jó, ó! Ebben már azért volt egy kevés. Csak most vagyunk 10%-nál, pedig mennyit gyűjtöttünk már, te jó ég. Majdnem 10 000-et, mondjuk épp csak 9 000 elejénél vagyunk, de még lesz ebből. Én azt mondom, még lesz ebből szerintem pénzünk. Mert ez még nagyon a pálya eleje. Ó, itt egy újabb teljesre kezd, ezt az előbb nem vettem észre. Úgyhogy sajnos mindjárt el kell ide is jönnem a teljes kocsival. Na nézzük, ó, egy 1000-es, hello. Ez meg egy ilyen taliga, ó, szia pénz, szia, szia, szia. Kérem ide mindet. Így, igen, azt is. Kerekeket is kilőjük, azt is kilőjük, helyes. Na ezt már így azért, ezt már jobban szeretem. A lényeg, hogy jó sok pénzünk legyen. Mert Harry az egy csóró gyerek, és neki szüksége van a pénzre. Hé, törpe, ez micsoda? Ó, gyűjthetős törpe. Akkor ezeket nagyon-nagyon ki fogjuk lövöldözni, már hogyha megtalálom mind az 5-öt. De először is visszük a teljes kocsit oda-vissza. Ú, az irányítás, ez még mindig borzalmas. Nézd, fennakad a járda szegélyen, hát ez csodás. Fú, hát a Lego Indiana Jones 2-nél én idegbajt kaptam, amikor autós pályákat kellett teljesíteni. És ráadásul nem így volt, hogy nem kötelező autót vezetni, mint itt. Most, na, hülye vagyok. Tehát, itt nem úgy van, mint ott, mert ott kötelező volt autót vezetni bizonyos pályákon, tehát annélkül nem se lehetett volna teljesíteni egy-két bizonyos pályát. Itt csak opcionális, tehát nem muszáj, de az irányítás az mindig katasztrófa. Még mindig katasztrófa, de legalább az a tudat, hogy nem kötelező vezetnem ezt a kocsit, az így megnyugtat egy csöppet. Míg az Indiana Jonesnál, ott öcsém, ha akartad, hanem ott vezethetted a kocsit. Persze, már ha azt vezetésnek lehet nevezni, hogy ott kínlódsz órákig, azzal a irányíthatatlan borzalommal. De hát, megküzdöttem vele nagy nehezen. Ezt a lámpát itt már, nem, ezt még nem csináltam meg, na akkor még olyan megnéztem. Jó, akkor viszont itt már szerintem kész vagyunk, itt egy újabb teljes doboz. Azt majd nem sokára lekezeljük. Ó, itt egy lámpa. Köszönöm a pénzt. Egy-kettő azért bennmaradt ott a textúrán kívül, hogy nehogy már megkapjam. És akkor ide is jövünk ehhez a teljes dobozhoz. Meghoztuk a finom tejet. Oké. Okay. Érdekesen szálltunk ki ebből. Hó, itt egy törpe. 2/5. Ejjjjjjj, hát valahol még kéne, hogy legyen. Valahol még nagyon kéne, hogy legyen. A pénzügyileg pedig... Mi ez? Dumbledore can use operation. Ja igen, Dumbledore tud hoppanálni. Úgyhogy ezt majd vele meg is kell tennünk nem sokára valószínűleg. Ott egy újabb teljes doboz. Aha. De oda a teljes kocsival itt nem fogunk tudni átmenni, mert hát itt ugye itt van ez a akadály. Szóval akkor Dumbledore-ra lesz majd szükség rövidesen. Itt egy vasvilla. Hát most már nincs. Virág! Még virág! És akkor ide kell egy lumosz. Így van. Ez pedig micsoda? Mi ez? Ja igen, erről lehet hoppanálni. Jó, akkor mindjárt kell Dumbledore, de először még megnézem, hogy nem hagytam-e itt véletlenül se egy törpét valahol, mert szerintem itt még kell legyen valahol eldugva valahol törpe. Vagy nem? Létezik, hogy nincs több? Lehet, hogy nincs több. Viszont mintha az egyik törpéhez csak úgy lehetne hozzáférni, hogyha rendelkezünk bizonyos képességekkel, amikkel még nem rendelkezzünk. Úgyhogy lehet, hogy a törpéket nem fog tudni mind összegyűjteni. Na hoppanáljunk csak egy jót? Hát igen, ez egy ilyen teleportálás tulajdonképpen ugyebár. De azért remélem a teljes dobozokat mind fel fogjuk tudni tölteni, ugye itt van majd a negyedik. Csak ide először át kéne valahogy hozni majd a teljes kocsit. Hát még kell legyen abból még egy valahol. Itt javítani kéne valamit, azt nem tudunk egyik karakterünkkel se jelenleg. Mondjuk igazából elvileg tudják használni a varázslók a reparó
varázsigét, amivel ugye javítani lehet dolgokat. De ezt valamilyen oknál fogva csak kis csavar kulcsa lehet megjavítani, amire legjobb tudomásom szerint Mr. Weasley képes. Az lehet, hogy nem egyedül ő, sőt biztos, hogy nem csak ő tud javítani. De most fejből csak ő tudom egyedül megnevezni, mint olyan karakter, aki erre képes. Na, betörtünk ide a birtokra, ahol egyébként majd Lumsluk professzort megtaláljuk. De először rendet rakunk a kertbe. Elpusztítjuk a gazt. Hát meg a virágokat is, meg úgy mindent. Minek ez ide? Ide két karakter fog kelleni, úgy látom. Ez pedig be van szorulva ilyen növény ide a földbe, azt lehet, hogy valamilyen gépezettel lehet majd külön kiszedni. Ó, nézzenek, oda találtam valami érdekeset. Ez egy újfajta szökőkút akar lenni? Érdekes, ez egy fog. Akkor valószínűleg főzetet fogunk készíteni majd valahol. Csak meg kell találnunk az üstöt is hozzá. Na nézzük akkor, hol lehet az üst. Talán ebbe? Nem, ebben nincs. Fűnyíró! Hoppá! Aha. Érdekes. Jó, jó, jó. Legalább Harry is be tud most már jönni. Ja, és akkor ehhez kell egy erőfüzetet csinálni, hogy a kaput, és ezért az ajtót kinyissuk, ahol ugye be tudunk majd menni Lumsluk professzorhoz. Jó. Akkor. Akkor az üstöt kerítsük elő. Itt lehet ásni, de mi azt nem tudunk. Hanem viszont megnézzük, hogy itt mi van. Oda biztos, hogy nem fog tudni megint csak bemenni a sötét varázsos ajtó miatt. Jó. Valamit csak tudunk csinálni. Na, akkor például ezt a taligát föl tudjuk emelni. Harry kinyitja a csapot. Nagyon jó. Locsolni fogunk. A locsolás mindig jó. Főleg, hogyha kapunk érte üstöt. Nem, ez egy újabb hozzávaló. Az is jó, mert kelleni fog, de nem annyira jó, mint maga az üst. Mert hát anélkül mivel keverjük össze a főzetet. Hopp, egy 10000-es, meg egy 1000-es, hoppá, itt a kerítés mellett fincsi dolgok vannak, érdemes végigfutni mellette. Na, ó, várjunk csak, lehet, hogy az üst itt van benne a garázsba. Na, csináljuk csak ezt meg akkor, Harry, gyere. Ez egy autó. Nagyon szép autó. De hol az üst? Á, ez lesz az üst. Az üst kérem szépen a motorháztető alá volt elrejtve, mert hát mindenki tudja, hogy az üstök a motorháztetők alá vannak elrejtve. Ez a valóságban is így van. Menjetek ki, nézzétek meg a kocsitok, mert hogy a kérjétek meg szüleiteket, hogy a kocsit nyissák ki, és ti is meglátjátok, hogy a motorháztető alatt mindig egy üst rejtőzik. Ez így van. Nincs mese. Jól van, akkor itt egy újabb hozzávaló. És azt hiszem, hogy az virág is megvan már nekünk. Ugye bár itt az előbb a locsolásnál megkaptuk. Itt van, szuper. Na, Namedor, ezt fog meg, köszönöm. Ez mi a francra jó, ez a gombaszerű micsoda. Semmit nem tudok vele csinálni. Hát akkor ez úgy marad. Na, a főzet kész, de én még nem akarok bemenni a házba. Mert először is elhozzuk ide a teljes kocsit. Ugyanis itt ugye még van egy teljes ládánk, amit nem csináltunk meg. Ezt a bukrot nem lehet kilőni, nem. Jó, teljes kocsi, teljes kocsi. Nagyon jó. Látjátok ezt a sebességet, amivel ez a kocsi megy? Egészen elképesztő. Ez olyan, mintha folyamatosan be lenne húzva a kézifék. De jaj, nézek, fönnakad a semmin! Hát fennakad a semmin! Mit csinálsz? Barátom, fönnakadtál azon a nullán? Gratulálok, jól van. Lego meg a kocsi irányítás. Két külön dolog. Borzalom. Nagyszerű. Újabb teljes micsoda. Várjunk csak, ezeket nem gyűjtögetni kell? Most nézem, én nem kaptam érte semmilyen számot. Nem jelez ezt a játék, hogy ez egy hanyadik teljes dobozt nyitottam meg. Akkor az nekem miért jó? Akkor ez nekem nem is jó. Én azért nem kapok semmit, kérem szépen. Hát ez így nem. Ez így azért nem járja. Jó, oda megint nem tudunk bemenni, mert sötét varázslat kell. Gondolom ott van az egyik törpe is. Ó, az egyik törpe ott van fenn a háztetőn elbújva, azt nézzétek. 3-5, még kéne találni kettőt. Hát az igen. Hát kérem szépen, az igen. Szóval az egyik az biztos ide bent van. Csak hogy nehogy hozzáférjek. Ott vannak még virágok, nagyon jó, minden pénzre szükségünk van. Mert egyébként ez nem egy hosszú pálya, szóval itt a
Kint az utcán mászkálunk keveset, aztán azt hiszem benne házban és vége is van. Na jó, viszont mivel most már nincs más, hátra menjünk be. Így on mondjuk Dumbledore, mert ő úgyse ivott soha erőfőzetet. Legalábbis vele még soha nem ittunk. Az lehet, hogy ő ivott, csak mi nem ittunk ő vele. Na, egészségedre, és akkor húzzunk egy ajtót. Alohomora, hát ez az Alohomorának egy extrémebb változata volt, amit láthattatok. Olé, bent vagyunk, vissza nem is tudunk már kimenni, mi? Aha. Na jó, hát akkor keressük meg, hogy Lumsluk professzor hol bújkál. Valahol ideben kell lennie. És ami még fontosabb, a pénzt valahogy próbáljuk meg összegyűjteni, már ha egyáltalán lehetséges összegyűjteni, mert hát már nincs sok dolog hátra. Na rakjuk össze a zongorát. Abból kijött egy ilyen izé. Mi ez? Ja. Ezt oda kell rakni az ajtóra. Ilyen tolóajtó szerkentyű. Na. Ezt is Wingardium Leviosa-zni kell? Na, persze, hogy... Ó, oh, hello! Szia, Lumsluk professzor, mi már látunk téged. Az bizony egy kép a Lumsluk professzorról és Harry anyukájáról. Jé, pizza. Fincsi pizza. Ó, oh. Egy már annyira nem fincsi. Vagy ez egy torta volt? Bizony ott van. Lumsluk professzor egy fotellé változott. Érdekes ruhája van egyébként, meg kell hagyni. Nem tudom, ez most pizsama akar lenni, tanári ruha akar lenni, vagy miféle ruha akar ez lenni. Igen, Lumsluk professzor szereti a híres embereket, azért rá is ugrott Harryre. Dumbledore-nak meg picsérnie kell. Jó, menj el Dumbledore. Na akkor rakjuk ki a Lumsluk kedvenceinek a polcát. Mármint azokat a diákokat próbáljuk meg oda fölvarázsolni, azokat az embereket, akikkel Lumsluk haverkodott még fénykorában. És hát bizony köztük van Voldemort is, hiszen Lumsluk professzor szereti a tehetséges és híres emberek társaságát. Illetve jó érzékkel találja meg azokat az embereket, akik majd a későbbiek folyamán híressé válhatnak valamilyen oknál fogva, mert tudom én, tehetségesek akár Quidditchben, mint Harry, vagy akár bármilyen más mágiai téren. Na jó van. Akkor, először is kerekünk Lumsluk professzor, mert biztos tud robbantani. Így van. És itt van mit robbantani. Hogy állunk pénzügyileg? Nyamvat 70%? Az semmi. Az nagyon semmi, mert itt még bőven van mit gyűjteni pénzt, vagy kéne még mit gyűjteni. Jó, akkor először rendet rakunk. És akkor rakjuk fel a képeket. Nos, ezen a képen például a kapásból Tom Denham van, ugye Voldemort. Azt mondja, hogy oda csak fekete mágiával lehet bejutni a WC-re, ahol éppen Dumbledore most tartózkodik, úgyhogy nem tudjuk megnézni őt, miközben éppen a dolgát végzi az illemhelyiségben. Asztal felállítva. Itt is egy újabb kép, itt is egy újabb kép. Na. Akkor kérem szépen, ez pedig... Hát ez nem tudom kicsoda speciál, mert erről a képről így nem mondom meg nagyon. Egy hollóhátas diák, de hogy ki az, az nagyon jó kérdés. Jó, és akkor még szerintem ezt a lámpát kéne majd felvarázsolni a helyére. Hát ez meg... pénz? Na, hogy pénz? Hát szerintem jó, hogyha egyáltalán 80%-ot össze fogunk tudni gyűjteni. A többi az valószínűleg free play-es kategória, mert máshogy nem lehet. Jó, elektromosság megjavítva. Most már mehet fel a lámpa is a helyére. Harry, takarodj az útból. Köszönöm. Úgy van, és itt az utolsó kép, ez pedig... Hát ez talán Harry anyukája, de nem vagyok benne biztos. Nos, azt hiszem minden megvan. Igen, ott van Voldemort. Harrynek fel is tűnik. Ugye vele már találkoztunk a titkok kamrájában. Majd a Tom Denham formájával. Na, aztán Lumsugat vissza is hívjuk tanítani a Roxfordba. Hajrá. Kész is vagyunk itt. Ja, még van egy bejátszásunk Piton professzorral? Bizony itt találkozik Bellatrix-szal és Draco anyjával. És csúnya dologra készülnek itt együtt. Drákónak ugye meg kell ölnie valakit. Ezt a parancsot kapta Voldemorttól. Mint egy büntetést, amért az apja kudarcot vallott a jóslat megszerzésében. Még ugye a Főnix rendje
során. És akkor megkötik a megszeghetetlen esküt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Piton árulóvá vált. Illetve, hogy vége a sötét oldalon állt Piton. De hát ez majd kiderül, hogy így volt-e vagy nem. De vajon kit kell megölni? Harryt? Vagy valaki mást? Ez is nagyon jó kérdés. Na hát így abszolút rajöttünk vissza egyből a varázs viccvállalatboltba. Lehet, hogy még van a pályának egy szakasz itt a boltba, mert akkor még összegyűlhet a pénz mondjuk. Közben ők is valami rosszba sántikálnak Bellatrix-ék. Na Harry már megy is, hogy ellássa a bajukat, legalábbis szeretné, de ez így nem fog menni. Mondjuk Siriusért tényleg basszút kéne állnunk.